A hazai mozikban jelenleg is látható az a Martfői Rém című pszichotriller, melyről a szakma és a közönség is elismerően nyilatkozik. A film operatőre Szabó Gábor, az Eszterházi Károly Egyetem oktatója. A Kepes Intézetben rögzített riportban kollégánkat a kizárólag felnőtt nézőknek ajánlott film kulisszatitkairól faggattam. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Rózsaszín, virágmintás szoknya! Világos blúz! Hosszú barna hajú kislány! Értve vagyok! Igen. Igen! Akkor indulás! Egerben is látható már Sopsics Árpád rendező és Szabó Gábor operatőr filmje, akciófilmje a Martfői Rém címmel. A kritikák és a nézői visszajelzések is csupa pozitívumról adnak hírt. Hogy érint téged, tanár úr, ez a visszajelzés? Egyébként a rendező mindig úgy szokta meghatározni ennek a filmnek a műfaját, hogy pszichotriller, vagy valami társadalom, politikai pszichotriller, vagy ilyesmi. Tehát igazából ugye neki az volt a célja, hogy és tulajdonképpen azért találta meg ezt a történetet, mert éppen az volt neki az izgalmas benne, hogy ez nem csak egy thriller, aminél talán thrillernek talán alkalmasabb történeteket is lehetett volna találni, ahol a thriller elemek erősebbek lehettek volna, hanem ez egy több rétegű film ilyen szempontból, mert ez a bűn cselekmény sorozat, ez ugyanakkor apropót ad arra, hogy azt az 50-es, 60-as évekbeli kort, azt egy kicsit megmutassa, tehát ez egy ilyen, majdnem ilyen állatorvosi lóként viselkedik ez a bűneset, hogy arra hogyan reagál az egész politikai környezet, hogyan befolyásolják a nyomozást, és egyáltalán hát ennek lesz az áldozata végül is egy ártatlan ember, aki több mint 10 évet ül börtönbe ártatlanul. Ja, de hogy érint? Hát borzasztóan rosszul. Hát persze az ember örül neki, és az mindig nagyon jó érzés, hogyha egy filmet, persze az ember azért dolgozik rajta, és én tulajdonképpen mindig aránytalannak is éreztem a filmkészítésnél azt az iszonyatos nagy munkát időben és energiában, amit egy stáb, vagy akár a rendező, vagy az operatőr, vagy a vezető munkatársak belefektetnek egy filmbe, ahhoz képest, hogy utána egy-két hét alatt az leéli az életét a moziban, és utána tehát nincs olyan hosszú élete egy filmnek, mint mondjuk egy sikeres színdarabnak, amit akár évekig is játszanak egy színházban, vagy mindig előveszik újra és újra, aznak sokkal hosszabb élete van. Mi ugye dolgozunk egy filmen, hát körülbelül én mondjuk körülbelül a forgatás előtt egy fél évvel kapcsolódtam be, de egy rendező, pláne hogy rendező íróként ő több mint egy évvel előtte kezdett már konkrétan ezen a forgatókönyvön dolgozni, de előtte voltak még előzményei, mert már lement még a forgatókönyvírás előtt oda Martfűre kiválasztani a helyszíneket, tehát akkor kezdett forgatókönyvet írni, amikor már látta, hogy hol játszódott, és azokra a helyszínekre írta meg. Hogy a forgatásnak az előkészítése, ami önmagában egy több hónapos folyamat, a castinggal például, amit hát itt nagyon hosszú casting volt, amíg kiválogattuk a szereplőket, tehát minden szereplőre, itt nagyon sok szerep van ebben a filmben, és minden szerepre legalább 10 jelöltünk volt, akit behívtunk, és mindegyikkel próbafelvételt csináltunk több jelenetéből is a filmnek. Tehát az egy színésszel, egy jelölttel eltöltöttünk, mit tudom én, 2 órát minimum. És napokat töltöttünk azzal, hogy mint egy fogadóóra volt majdnem, mint a fogorvosnál, hogy jöttek sorba a színészek, és párosítottuk össze őket különböző leosztásban. És akkor ez csak a casting volt, szóval nagyon hosszú időt tölt el az ember a forgatása, és az utómunka például ebben a filmben egy egész év volt. Tehát mi ezt tavaly körülbelül ilyenkor október tájékán fejeztük be ennek a filmnek a forgatását, és egy teljes év volt, amíg a végleges vágott változat és az összes hangkeverés és a képi effektek és minden úgy összeállt, hogy most
tulajdonképpen néhány héttel ezelőtt láttuk mi a végleges változatot a filmből, mire én befényeltem, stb. Tehát ez évekről beszélünk, hogy mennyit tölt az ember egy filmmel, és utána ahhoz képest milyen aránytalan az, hogy ilyen rövid élete van. Reméljük, hogy nem lesz azért ennyire rövid életű. Talán mondtad, hogy a forgatókönyv írás is egy hosszabb időszakot, tehát mondhatni, egy kutató munkát vett igénybe. Igen. Magától a rendezőtől. Uh-huh. Amikor te megkaptad, készhez kaptad a forgatókönyvet, láttál-e benne szakmailag kihívást, és ha igen, akkor hol, vagy miben? Hát nekem az volt izgalmas, ami ugye ennek a filmnek a szabálytalansága az, hogy és ez kezdettől fogva probléma volt például a film alap elfogadásánál is, amikor ők megbírálták a forgatókönyvet is, meg a vágott változatot, amit láttak, hogy ez ilyen szempontból nem egy klasszikus film, ahol megszoktuk azt, hogy van egy hősünk, akivel a film elején valahogy összeismerkedünk, és onnantól kezdve mi együtt vagyunk vele, és mi neki drukkolunk, és vele megyünk végig az ő történetében. Itt nincs egy kiemelt hős ebben a filmben, hanem van körülbelül hat egyforma fontos szerep. És a film hol az egyikkel, hol a másikkal megy, és ez szokatlan a nézőnek, és ráadásul nem csak a szerepek ilyen sokoldalúak, hanem tulajdonképpen, ahogy elmondtam ezeket a rétegeket, hogy van benne thriller szál, van benne rendőrségi nyomozás szál, van benne politikai háttérszál, és ez a van egy magánéleti része, ami mondjuk ennek az ártatlanul bebörtönzött embernek az élményanyaga és a nővérével való viszonya, és hogy ők hogy élik meg ezt az egészet. És hogy tudja valaki feldolgozni, hogy ártatlanul ül, de közben mégis mi okozta, hogy ő magára vállalta az elején ezt a bűnt, tehát hogy ezt hogy dolgozza föl, és miért vállalta magára, és tehát ezek inkább ilyen belső dolgok. Tehát, hogy tulajdonképpen nagyon sokfajta műfaj keveredik ebben a filmben, és hogy lehet ezeket a műfajokat megkülönböztetni egymástól képileg is. Tehát nekem az egyik olyan kihívás az volt, hogy ezeket a mondjuk a thriller szálat, vagy a rendőrségi akciófilm szálat, vagy ezt a magánéleti szálat, hogyan lehet más és más módon képileg megközelíteni, hogy mindegyiknek legyen valami saját világa, saját stílusa, amihez hozzátartoznak képek, a képnek a hangulata, vagy az, hogy milyen kameramozgásokat használtunk az egyik esetben, vagy a másik esetben, hogy tulajdonképpen írtam magamnak egy ilyen stílus leírást, és elkezdtem így kiszínezni a forgatókönyv vázlatot annak megfelelően, hogy melyik jelenet melyikhez illik, és akkor lett belőle egy ilyen kaleidoszkóp, hogy melyik jelenetet hogyan közelítjük meg képileg. Plusz, hogy tulajdonképpen a másik kihívás az volt, hogy egyrészt megteremtsük azt a kort, amiben játszódik a film. Azért az 50-es, 60-as éveknek a világa az egy eléggé erős, karakteres világ volt. Ott nem csak a berendezés és a kellékek és az egész tárgyi környezet szempontjából, szintén nehéz ma, mert ez ma már egy ilyen történelmi filmként kell felfogni, hanem abból a szempontból is, hogy milyen volt az egész atmoszférája annak a kornak, és hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni. És igazából a kihívás az volt, hogy miközben ezt megteremtjük, ezt a világot, ugyanakkor ne legyen olyan a film, mintha abban a korban forgatták volna. Tehát én nem akartam azt az érzetet kelteni, hogy ez mintha az 50-es, 60-as évekből egy filmet látnánk, hanem hogy legyen ez egy nagyon mai gondolkodásmóddal felvett, leforgatott film, egy mai képi világ, amiben mégis megjelenik az a kor. És ennek a kettőnek, ami látszólag ellentmondásban van, ennek a megoldása az volt az egyik legnehezebb feladat. Mondhatjuk azt, hogy ez egy újítás volt? Olvastam korábbi interjúidban azt, hogy azonosítanak téged egy ilyen újdonságkereső,
operatőri szemlélettel, aki megtalálja mindig az adott történetben vagy műfajban, és keresi is az újdonságot. Mondhatjuk, hogy akkor ez az? Ez nekem egy ilyen, hogy is mondjam, hozott betegségem, hogy volt az én tanáromnak, az Illés Gyuri bácsinak, akinek itt a ról elnevezett műteremben ülünk, egy mondata, amit ő nagyon gyakran szokott ismételni, ami úgy hangzott, hogy az ő arszpolitikája volt, hogy nem szeretném sem másokat, sem magamat ismételni egy filmben. És ez szerintem ez egy nagyon, nekem legalábbis egy nagyon egy életre meghatározó mondat volt, mert én is azt gondolom, hogy egy filmet, ha az ember elkezd csinálni, akkor annak az legyen minden film egy egyedi találmány. Tehát, hogy ne az legyen, hogy én valami olyasmit csinálok, amit már egyszer már kitaláltam és megcsináltam, mert az már egyszer le van téve az asztalra, és most akkor ez egy másik dolog, egy másfajta megközelítés, valami saját dolgot kell ahhoz, mindig valami újat kell létrehozni, tehát, hogy igazából tényleg érted sem. Ha valaki már megcsinált és kitalált valamit, akkor azt sem szeretném utána csinálni, meg én, ha már egyszer megoldottam valamit, akkor azt sem szeretném ismételgetni. Szóval ezzel én kezdettől fogva így vagyok, és mindig, biztos nem mindig sikerül ezt megvalósítani, de ez a törekvés. Sopcsics Árpád elvárta, vagy arra instruált, úgy olvastam, hogy természetes helyszíneken, külső helyszíneken rengeteget forgattatok. Mennyiben jelent ez számodra operatőrként nehéz feladatot? Láttunk például különleges jeleneteket, film, víz alatti jeleneteket. Láttunk olyan jelenetet, ahol gázolásos jelenet van. Láttunk óriási csarnokban felvett kockákat, stb. Sorolhatnám éjszakai felvételeket. Pazar volt, azt mondhatom, a külső helyszíneknek a tárháza. És akkor itt a kérdés, hogy operatőr szemszögből nagy feladat, nagy kihívás, sokkal több munka. Mit mondasz erről? Hát az igazság, hogy operatőrileg mindig hálás, hogyha egy filmnek gazdag helyszínvilága van, mint hogyha egy-két helyszínen játszódna. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha egy-két helyszínen játszódik egy film, az nagyobb lecke egy operatőrnek, mert látszólag egyszerűbb, de pont az a baj vele, hogyha az ember nem akarja, hogy mindig ugyanazon a helyszínen, mindig ugyanazt lássam arról a helyszínről, tehát hogy lehet minden jelenetben valami máshogy megmutatni ugyanazt a helyszínt, máshogy megvilágítani, más hangulatot létrehozni, stb. Tehát ilyen szempontból az egy könnyebbség tulajdonképpen, és látványosabb eredményt ad, hogyha nagyon sok helyszínre lehet elmenni, ami önmagában hordozza a változatosságot. De ebben a filmben szerintem nem is ez volt amivel meg kellett küzdeni, hanem azzal, hogy ugye elhatároztuk kezdettől fogva, hogy ezt a filmet nem digitális kamerával vesszük föl, hanem filmre fogjuk forgatni, méghozzá a régi, hagyományos anamorfik, tehát ezekkel a torzító objektívekkel, ami kifejezetten erre a CinemaScope szélesvásznú képre vannak gyártva. Ami ezekkel dolgozni, meg filmre, tehát ezek az objektívek, meg a film használata, ez ma már hát nem jellemző a filmgyártásban. És amikor én elővettem újra, nem tudom, 10 év után, mert azóta a digitális kamerákkal forgatok, akkor abban az időben, amikor bejött a digitális kamera, akkor én nekem pont az volt a mániám, hogy én már eleget forgattam filmre, most már akkor ki akarom próbálni, és szinte elsőként forgattam Magyarországon ilyen RED kamerával játékfilmet. Pont azért, mert izgatott, hogy az mit tud, azzal mit lehet kezdeni, mit lehet vele csinálni, olyat, amit filmmel nem. És nem gondoltam, hogy vissza fogok valaha térni a filmre. Most megint már ez az izgalmas dolog, hogy most már mindenki digitális kamerával forgat, és ez a normális és az általános.
most már tulajdonképpen az a kihívás, hogy ha valaki még emlékszik rá, hogy hogy kell filmre forgatni. Mert lassan velem együtt ez a generáció kihal, aki még filmre forgatott, vagy ki. Tehát ami a nehézség volt, hogy tulajdonképpen már úgy elfelejtette az ember, hogy a filmkamerákkal való munka az mennyivel nehézkesebb mindenféle szempontból. Tehát, hogy egy filmkamera mennyivel nagyobb, egyszerűen nem fér be egy autóba például, hogy az ember egy digitális kamerával bevisz egy ilyen kis kamerát, és azzal nagyon ügyesen ide-oda tud forgolódni. És ezt már megszoktuk az utóbbi években, tehát hogy azokat a snitteket, azokat a felvételeket igényli a néző meg mi is, ami egy korszerű dolog, amiket lehet a könnyedén létrehozni egy digitális kamerával egy autó belsőben, vagy egy kis helyen például. Hát én beültem a nagy kamerával a vállamon az autóba, és az egyik fele a kazettának az hozzáért a szélvédőhöz, ugye hátrafele, mondjuk ha csináltam egy felvételt, és az objektív meg túllógott az első ülés támláján, tehát benne voltam az arcába annak, aki ott ült, és hát arról szó nem lehetett, hogy én még el is forduljak a kamerával mondjuk egy másik ülés felé, mert nem fért el a kamera, tehát beleütközött volna. Tehát ilyen hely, akkor az egész a filmnyersanyagnak az érzékenysége, ami a töredéke a digitális kameráknak a nagy érzékenységéhez, és ugye ennek a filmnek a nagy része, illetve hát azok a jelenetek, ahol a gyilkosságok történnek, mind éjszaka, mind külsőben hatalmas nagy mezők, hidak, folyók, vasútállomások, utak, járdák, stb. Hát hihetetlen mennyiségű lámpa, idő, világosító, tehát egy külön világosító csapat volt, aki előttünk járt, és előkészítette egy nappal előre azt a jelenetet, amit majd, ahol mi majd forgatni fogunk. Szóval egyszerűen azt kellett látnom, hogy azt a korszerű látványt, amit létre kell hozni, ezzel egy kicsit már, hogy is mondjam, ott megállt egy kicsit a filmtechnika fejlődése, amikor átálltunk a digitális kamerákra, és nagyon nehéz volt ezzel megküzdeni, mert tulajdonképpen ellenében kellett szinte menni annak, ami egy filmkamerával természetes lenne. És az eredményt látva megérte? Hát igen, mert az a látványvilág most nem biztos, hogy egy hozzá nem értő néző, de még egy szakmabeli is így elsőre bemegy egy moziba és lát egy képet, hogy meglátja rajta, hogy ez most milyen kamerával vagy milyen technikára azt forgott. Azt látja, hogy nem a szokványos. De nem az, amihez valami fajta érzete azért mégiscsak keletkezik, ami egy kicsit más dolog, és ez a filmes szemcsézet, a filmnek ez a természetes tónus visszaadása, amit azóta nem tudtak igazán meghaladni. És tulajdonképpen az a sterilség vagy tisztaság, az a túlságosan éles részletgazdag kép, amit ezek a nagyon fejlett digitális kamerák tudnak, ami nagyon ellene dolgozott volna, hogy ezt a kort megteremtsük úgy hitelesen. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon sokat segített, hogy ezt a világot létre tudjuk hozni, csak hát közben meg kellett vele küzdeni. Olvastam az egyik főszereplőjének a filmnek az egyik nyilatkozatát, amiben azt mondta, hogy nagyon sokat köszönhet neked, mert bizonyos jelenetekhez fel kellett minden nap készülnie lelkileg. És te voltál az az ember, akivel mély bizalmi viszonyt kellett, hogy kialakítson, hogy az a jelenet az megoldható legyen. Ezt itt titok, hogy ki? Kiről van szó? Megmondom neked, hogy ki volt a Hajduk Károly, nyilatkozta. Aha, hát ezt. Igen. Az egyik főszereplő, így van. Hogyan alakított ki ezt a bizalmi viszonyt? Tehát a színészekkel? Hát én nekem, én kora, tehát rögtön, ahogy én elkezdtem filmet forgatni, tehát egész fiatal korom óta, én mindig nagyon-nagyon fontos dolognak tartottam. Egyébként is van az operatőr, illetve a kamera és a színész között valami olyan titokzatos
kapcsolat, ami tényleg ilyen kémia, vagy nem tudom, hogy hát például az egy olyan régi dolog, hogy amikor itt Magyarországon, meg Európában úgy dolgozunk, hogy az operatőr az egyúttal a kamerán is van. Mert ez Amerikában egyébként nem így van. Hanem ott egy külön szakember van, aki csak azt csinálja, hogy a kamerát kezeli, de nem ő az operatőr, hanem van valaki, aki az egész, aki a világítást meg elhatározza, hogy ide kell tenni a kamerát, milyen objektívvel, stb. Tehát végülis ő csinálja az egész ennek a fejben levő részét, de a végrehajtását, a kamerát, hogy lekövessen egy mozgást, azt nem feltétlenül ő csinálja. De én valahogy mindig úgy éreztem, hogy nekem az is nagyon fontos, és azért Európában ez gyakorlat is, hogy a kamerát is mi kezeljük. És az a kapcsolat, ami a kamera és a színész között van, különösen abban az időben, amikor én elkezdtem filmet forgatni, amikor még nem volt videóassziszt, nem tudtuk közben nézni egy kis tévéképernyőn, hogy mit lát a kamera, és a rendező, a színész és mindenki tulajdonképpen az operatőr szemére hagyatkozott, hogy az operatőr mit látott a kamerában, mert az operatőr volt a film első nézője. És úgy abból az időből az egy megszokott dolog, hogy amikor vége van a felvételnek, és azt mondja a rendező, hogy ennyi, megáll, és mindenki az operatőrre nézett, hogy milyen volt, jó volt, még egyszer vegyük, kell valamin változtatni, mert ugye ő látta igazából, hogy mi történt. És ez máig megmaradt bennem, és nagyon sok színész, aki ugye ebben a korban szocializálódott filmezésre, az még mindig úgy működik, hogy amikor vége van egy felvételnek, akkor az első szempillantása az operatőrre esik, és ilyen kérdő tekintettel, hogy jó volt-e. És ez egy bizalmi viszony, és valóban nagyon sok olyan dolog van, ami tök máshogy néz ki, hogyha csak úgy az ember leül egy kamera mellé, és nézi a színészt, és egészen más, hogy látom én is, hogyha én ülnék a kamera mellett, akkor valószínűleg én se látnám azt, amit a kamerán keresztül lehet látni. Mert ott már valami attól, hogy be van keretezve, máshogy kezdenek működni. Más egy tekintetnek az ér, vagy egy gesztusnak az értéke, a súlya, hogy mi. És ez a bizalmi viszony a színésszel, ez onnantól kezdődik, hogy reggel én is előbb jövök be, együtt ülünk az autóba, sokszor ugye, mert utazunk a helyszínre, ott nagyon sok dologról beszél az ember, a szerepről, az ő problémáiról, az én problémáimról, egy csomó dolgot ilyenkor meg lehet beszélni. Bemegyünk, én mindig beszoktam menni a sminkszobába, hogy ott, amikor még úgy mindenki egy kicsikét úgy félig ájultan, a hajnali 5 órakor, mondjuk, vagy tehát egy általában ilyen őrült időpontban kezdődnek a forgatások, és akkor ott, de hogy az fontos, hogy az, hogy van a besminkelve, vagy annak a részletei, hogy azon még akkor az ember úgy hozzá tud szólni, aminek a sminkesek is nagyon örülnek, mert hogy úgy érzik, hogy valaki odafigyel arra, hogy ők mit csinálnak, és az nagyon nem mindegy, hogy ott még egy tónus az még, az sok vagy kell, vagy mennyire csillan meg egy bőr, vagy ilyesmi. És szóval, hogy ez valahogy innen indul ez a kapcsolat, és szerintem nagyon fontos, és én mindegyik szereplővel és mindegyik színésszel igyekszem is, szándékosan is, de magától is van ez tulajdonképpen, annélkül, hogy különösen nekem erre oda kéne figyelnem, hogy nekem nagyon fontos, mert nekem ő, tehát az ő arca az én munkaeszközöm. És ő pedig, tehát ez egy kölcsönös viszony, mert ő hiába csinálja a legnagyszerűbb dolgot, amit ő el tud képzelni játékba, ha az nem úgy van fölvéve, nem úgy van, onnan van fölvéve, nem abban a méretben, és nem, tehát nem születik meg, akkor hiába szüli ő meg azt a pillanatot, de a képen nem biztos, hogy meg fog születni. Szóval ez egy kiszolgáltatott viszony mind a két irányban, és ezért nagyon fontos szerintem ez a szoros emberi kapcsolat, és ez élvezet is benne, szóval nagyon jó dolog. Mondtam neked a beszélgetésünket megelőzően, még a délelőtt folyamán,
hogy hatás, nagyon erős hatással volt rám a film. Amikor a film után kimentem éjszaka, akkor bizony hátranéztem, kis, nem éreztem magam biztonságban. Tulajdonképpen operatőri szempontból, de jó, mondod, hogy ez jó. Operatőri szempontból melyek azok a technikák, amivel ezt ki tudod váltani a celluloidon? Ez tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon komplex és közös munka, tehát ez nem csak operatőri kérdés, hanem ez nagyon-nagyon rendezői, vágói, színészi, minden, itt mindenkinek benne kell ebben lennie. De az az érdekes benne, hogy mi csináljuk, mi hozzuk létre, tudjuk az elemeit, hogy miből rakjuk össze, és ránk ugyanúgy hat, mint hogyha nem. Tehát, hogy mikor beülünk és össze van rakva ez a dolog, akkor az ember is nézi a jelenetet, akkor ugyanúgy létrejön benne a feszültség meg az izgalom. Hát én azt élveztem, amikor színészek mondjuk hosszú időn keresztül nem láttak semmi anyagot, és beültek megnézni a filmet először. És ugye nem mindenki azonos időpontban, azonos vetítésen van, aki a sajton látta, a sajtóvetítésen van, aki az egyik bemutatón volt, vagy közönség találkozón, mindenki máshol és máskor látta. És én ilyenkor mindig nézem annak a színésznek az arcát, hogy hogy jön ki a vetítőből, akiről tudom, hogy most látta először a filmet, mert nekem az egy ilyen mérő eszköz. És hogy emlékszem ezekre a pillanatokra, amikor ugyanazt a döbbenetet, meg ugyanazt a, tehát hogy látom az arcon azt a, az, hogy a film tényleg behúzta őket, és ezt is mondják ők is, hogy tényleg beszippant a film, és be tudja, hát szóról-szóra tudja a forgatókönyv, tudja, hogy ő mit csinált a felvételen, de mégis elkezd működni, és ennek nem tudunk ellenállni, tehát ez belülről a zsigereinken keresztül működik, és ránk is, hat rám is, ha megnézem, akkor azok a jelenetek, amik ilyen feszültséget hordoznak, az bennem is létrehozzák. Mit tudsz ebből a komplex tudományból, ebből a komplex ágból átadni a hallgatóidnak itt az Eszterházy Károly Egyetemen? Mire teszed a hangsúlyt, amikor tanítasz? Ugye most itt vagyunk egy külső helyszínen, a Kepes Intézetben, az Illés György teremben. Kihozod a hallgatóidat erre a helyszínre, és tulajdonképpen mi itt a fontos a munkád során, az oktató munkád során? Hát ezeket mind, amiket most mondjuk nektek is mondok, ez úgy jön egyébként is belőlem, tehát valószínű, hogy van, aki ilyen alkateleve, hogy szeret elgondolkodni azon, hogy mit miért csinál úgy, ahogy csinálja, és akkor ezt megpróbálja magának is megfogalmazni, meg megpróbálja el is mondani. Én néha ugye volt, hogy le is írtam, mert írtam könyvet is ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy van bennem egy ilyen fajta véna, hogy ez engem érdekel. És amit itt csinálok, az abból a szempontból talán más, hogy én azért egy olyan oktatásban kezdtem el tanítani, ami kifejezetten operatőröket szakmai képzésben operatőrségre tanított. Az ugye a szűken vett én mesterségem. Most itt azért más a hallgatók összetétele, mert egyrészt itt nem operatőrökről van szó, másrészt pedig nem feltétlenül olyan valakikről, akik biztos, hogy majd, sőt, hogy játékfilmet fognak csinálni, mert valószínűleg hogy inkább kevésbé fognak játékfilmet csinálni, hanem mindenféle más médiát, dokumentumfilmet, vagy lehet, hogy csak, hogy nem is filmet, hanem valami fajta kommunikációt, ami a képpel kapcsolatos. Tehát, hogy tulajdonképpen azt gondolom erről, hogy a film az nagyon is épít arra, ahogyan a játékfilm kommunikál, akkor is, ha nem játékfilmről van szó. Tehát, hogy azokat az elemeket, amiket a játékfilm 100 év során kidolgozott, hogy hogyan hangsúlyoz, hogyan jellemez valamit, vagy hogyan mutat meg valamit, hogyan mutat be valamit,
hogy azok eléggé jól leírhatóak és körülhatárolhatóak, és hogyha valaki ezeket az elemeket megtanulja és megérti, azokat valahogy ha egy dokumentumfilm megvalósításába, de akár egy televíziós riport megvalósításába is bele lehet építeni, és akkor azok is jobban fognak, hatásosabban fognak működni, szóval ezeket érdemes, ezeket a dolgokat megtanulni, vagy megérteni legalább, hogy hogy működnek, és ezt próbálom valahogy végigjátszani. Sok mindenhez értesz, több mint 30 film, dokumentumfilmek sora, reklámfilmek sora kötődik a nevedhez, a munkásságodhoz. Mi van most, mi vár rád, milyen feladat? A Martfűrén már megy a mozikban, nagy sikerrel. Mi áll előtte, tanár úr? Most a tanítással is elég sokat foglalkozom, mert mindenféle, tehát hogy nem csak valahogy több lett a tanítás, mint egyszerű elfoglaltság, és másrészt meg maga a film szakmai része az meg egy kicsit nehezen kiszámítható. Tehát én mindig igyekeztem valahogy egy jó arányt tartani a között, hogy a tanítás, vagy akár a reklámfilm, és amit az igazi területemnek gondoltam mindig is, a játékfilm készítés, hogy ne nagyon billenjen föl az egyensúly valamelyik oldalára, mert szerintem tanítani is jobb úgy, hogyha az ember úgy érzi, hogy most is benne van valamiben, egy élő kapcsolata van a filmkészítéssel, és akkor sokkal hitelesebb is az, amit mond meg, amit megél. Tehát, hogy valahogy együtt tudok mozogni a korral, meg azzal, hogy hogyan készítünk filmet, és nem valami régebbi állapotot próbálok elmesélni. És például a reklámfilm az egy nagyon hosszú időn keresztül sok reklámfilmet csináltam, de ott is igyekeztem vigyázni arra, hogy ne menjek, tehát hogy az ne legyen túlzásba víve, és hogy ne veszítsem el a rálátásomat valahogy egyik területre sem. Tehát, hogy egy kicsit mindegyiket úgy objektíven, vagy jól megítélhető módon tudjam látni, mert borzasztó könnyű elveszni, hogy így belesüppedni valamelyik műfajba, hogy az ember egy dolgot nagyon sokat csinál, és akkor elveszíti tulajdonképpen az objektivitását, vagy azt, hogy mit mér, mivel mit ér el, vagy mi hogyan hat, mert már túlságosan benne van, hogy nem látja az egészet. Én azt gondolom, hogy eddig arányosan megtudtam. Úgyhogy ez most eddig sikerült. Hát most nehéz, és most például pont a Sopcsics Árpáddal gondolkodunk azon, hogy mi legyen a következő lépés, mert valamit ő is szeretne csinálni a közeljövőben, vagy mondjuk ideális esetben a jövő évben, és akkor azt nyilván együtt csinálnánk, tehát most itt tartunk, hogy tervezgetünk. Akkor jó tervezgetés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nincs.